Igen. Sokan ezt mondjuk üdvözlöm, és nem üdvözlöm. Jó, tehát van sok problémája. Velük vagyok, és szeretnék egy kérdet szeretne leadni a hölgy. Igen, méghozzá az ügyben, hogy szerelem önöket, és Mi törőjétől jelentős a pontétát azonban, nem? Azt, amit az ügyen készített, hogy a fanyag, hogy a hölgyön kívül kellem ügyfélünk, az most adja el a bankfélköt. De hát mi az ő kísérője vagyunk? Igen, terület, és önmagában nem szabad fényképezni, szerintem hogy leflekték a szabályokat. Igen? Mutassa meg ezt a jogszabályt nekünk. A jogszabály a bankfél, de magánterület. Ha gondolja, akkor lényegében a hölgyön kívül erre mindenkinek kell, hogy nem fiókkal. Miért van egy olyan szabályunk, hogy hány emberről lehet ügyet intézni? Ezt meg tudná nekem mutatni ezt a szabályt? Legyen kedves megmutatni, jó? De most szabályt mutassa meg, legyen kedves. Igen. Jó, oké, akkor az döntés van. Megtenni, hogy most előtt a neveképet. Mit? Én nem csináltam, nincs is nálam tartani. Nem, felcsítem, akkor mit mondjál meg, hogy az óra ki lefotózott valami csinálját. Állítani, nem lehet sem. Következtesen megtanárát, és testüreg vizsgálatot végeznem. Szerintem, mit álljam? Ha faszultatlan fogja. Tehát azért nem biztos, hogy ilyen gyorsan végzünk. Na, tudunk ügyet intézni, vagy még itt taskozunk ilyen nekem? Hát akkor mi ráérünk, tehát gyakorlatilag van még időnk, ráérünk. És mivel ezt ebből a gondolatúr és ebből a szemekkel keveskedni? Igen. Nézd el, mert nekem is a kamerát, hát nézzük vissza a kamerát már. Amúgy nem tudná a fotót, de nézzük a telőzik. Nem is lehet fotót csinálni. Van egyébként tisztának a mellék utcára csinálni. Az a jó, hogy ugyanúgy fognak rövni, mint a Pistin az OTP bankba, aki feljelentést tett el nekünk. És Gábor György. Hát te adnám meg magyarát, hogy mi van nálad a telefonot, hát nem az őskorban vagyunk. Annyit megtenni, hogy a felállítás közögyen is eredeti példányra. Igen,
tudom. Igen, itt azért a bankokból van. Ön itt volt már a bankban, amikor a devizahitelesításokat csinálták? Én kísérem, hát a kérdezik te. Jó? Kérdezik, hogy tessék. Szerintem nem lehetett lenni nagyon fiatal ember. Hangosabb van lehetett lenni nagyon fiatal ember. Üljünk le, ha! Üljünk le, igen, hát! Én nem üljünk. Én vagy most nem. Milyen finnyások lesznek hirtelen, hogy ki az ügyfél, ki nem az ügyfél. Annak idején meg behívtak 4-6 embert, kezesnek, adóstársnak. Most meg finnyáskodunk. Ja. Zálók kötelezettek. Most meg hirtelen finnyáskodunk. Na, szóval a lényeg az, hogy el kéne mondani, hogy hogy zárték át az embereket. Gábor. És készen megyünk. Szabadulnak az emberek a tartozástól, kártérítést kapnak. Önök meg nyugodtan. Nyugodtan hallhatnak, mit szól hozzá. Önök elmondták, hogy kétszeres, háromszoros is lehet a törlesztő észlet. Ez a bolondás most igen, vagy nem? Hát ez nem volt. Nem dolgoztam még. Hát ez önökből látszik az, hogy 2-3-szoros összeg lehet a törlesztő részlet. Tehát hivatalosan évekig szarakodjunk végezve, emberek legyenek öngyilkosok, és ott álljunk. Nem nagyon nagy probléma ez, viszont addig felfüggeszti minden ember a fizetést. Most ne hivatalos formában ülök meg, álljanak oda, és követeljék a pénzüket. Hivataloskodhatunk, poposkodhatunk itt egymással. Csak amikor majd százak jönnek be egy gondba, akkor mit csinálnak? Akkor milyen érzés lesz, hogy küldni a másik oldalon. Vagy amikor majd a lakásukon is megkeresik önöket. Nem én, mert tudjam. Ez most egy felejletésnek jön? Nehogyis, nem csak mondom önnek, hogy vannak ilyen tenetjek, képzelje el. Nem, képzelje el. Itt a mosítjuk, hogy nem fenyegetés. Igaz, volt olyan, amikor némelyik politikusnál ilyen demonstrálók, nem tudom milyen emberek lehettek, több napig ott ücsörögtek. Most ott volt több fétig is. Persze. Nem tudom, beírnak, ha bejönnek az ütletbe, és kérdeznek valamit, teljesen válaszolok és udvarias vagyok. Nem az a foglalkozott, hogy mégis nem érek el ezt. De nem nagy baj, tehát énekelhetünk együtt is. Azt ismeri, hogy már mi állunk napában. Szuper. Akkor ő ügyfél, ugye? Tehát ezt be tudjuk tisztelni, hogy ügyfél. Azon is, hogy lázlott, hogy... Tüntetnek? Jönnek velünk tüntetni? De nincs bejelentett tüntetés. 18-án. Nagyszerű. Ilyen tüntetni 18. Július 18-án az Oktogonon, békamenet az Oktogonon, mit szól hozzá. Ott egyébként nincs FHB-ban, tehát nyugodtan jár. Az igazság, odáll van. Ez múlt örünknek, nem mondtam. Egy kávé. 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 Ez kiderült, hogy esetleg új ügyfél. Az is lehetne, hogyha az ember megfelelő tájékoztatást kapna, és az első bankok kiállnának, hogy igen, mi átvesztük az embereket, akkor ugye nyilván egy csomó ügyfelet tudnának szerezni.
Tehát a kérdés az, hogy amikor az Ilonkának intézték a hitelét, akkor vajon elmondták-e neki, hogy kétszer-háromszor akkor is lehet a bőrösztő részlet, mint amellel kezdte. Hát akkor írjuk le, Ilonka, akkor írjuk meg. Van tollunk is. Akkor legyen ez a kérdés, hogy pontosan hogy hangzott el a tájékoztatás. Tisztelni Erfádéban, tényleg. Annak a kamarika Ilonkának a szerződéskötése volt, kérti az összes szerződéskötése. A politikusokat volt forradalom. Neked a bukamásban? Nem volt még itt jobb szerintem 2010-ben. Vagy lehet, hogy volt. Nem. Nem. Úgyis ő tisztelt FHB Bank, hogy mit kezdtél, igen. FHB Bank. Jó. Lalányi kérésekkel fordulok ebben. Alulírós, igen. Így. Persze. Kérdésekkel fordulok önök, hogy kérem, 8 napon belül szíveskedjenek válaszolni. Nem kell elég ennyibe tudják azonosítani őket. Igen, kérem, 8 napon belül szíveskedjenek írásban. Igen, az összes kamera felvétel. Nem vannak ezek is, mint tudom. Tudom, a kamera felvételek, hogy nem van a felvétel. Nem mondja, az ombiztonsági információk felvétel. Akkor ezt is kérjük majd, igen. Kérjük ezt az adat között, és szabályozott, hogy rólam a felvételt hány napig őrzik meg. Meg Andrásról is. Igen. Aki rólad. Egyes kérdés. Igen. Amikor a hitelszerződéseket, nem tudom, hogy tudod-e mindegyiknek a számát most, meg tudjuk nézni, hogy a hitelszerződések számát, hogy szükséges-e? Az egyiket. Hát mondjuk elég az egyik. Jó, az összes, igen. Amikor a jelzáló hitelszerződéseimet, zárójelben mind a hármat, igen, három darab, megkötöttem, vagy azt megelőzően, Köszönjük, mikor csodan megoldtam a telefonnak, hogy ezek körül. Vagy azt megelőzően, tájékoztattak-e arról, hogy a törlesztő részleten hányszorosára ment fel neked? Hát ilyen. Te én? Akár a kétszeresére is felemelkedhetnek. Hát a jelentős mérték az, hogy nincs meghatározva pontosan, tehát azzal az a probléma. Megint vannak ügyfelek. Így van, akár kétszeresére is kevetethetnek. Nem, hogy a tévé. Vegyék, amit nem is tudom. Nem olyan, hogy nevetkön. Ha meg is nézték, akkor már elhagyjuk őket. Na, igen. Még egyszer olvasjuk, hogy amikor a... ...jelentéseimet megkötöttem, vagy azt megerőzöttem, hogy az a rendszerünk a fején, akár egy kettelésére is nevetettem meg. Jó, oké, kettes. Nem kellett volna lehetem.
kérem kiadni a szerződéskötések idején rólam készült kamerafelvételeket. Nekem nehogy ezt higgyék, hogy azért, mert én nagy darabok jönnek megérni. Mondjuk ez mondjuk fenyegetésnek is vehet. Fenyegetésnek, igen. Hogy itt vagyunk. Kísérődnek és megfenyegetnek. És rögtön ilyen két nagyon kívül embereket. Igen. Kamera felvételeket kérem. Igen. Mit kérdezünk? Nem fényképezett ember. Nem lehet hasznos. Nem lehet fényképezni. Ismeretlen lakomokat? Nem vagy csak. Én mindig, amikor SMS-t írok, megnézem, ha nem fogadott hívásomat, azt is így tartom. Milyen probléma ez? Így is szoktam tartani. Sőt, ugye, ha kinyitom, akkor így szoktam tartani. A textéket lapozva át legyen szíves. Igen, mit kérdeznék az imatban? Ők a fotósok, vagy a számítógépes szakemberek az urak? Igen. Hármas. Miként tájékoztatok? Most itt hagyni kell? Nem ki a rendőr itt? Nekem szószorú itt, tehát mit értek már? Miként tájékoztatnak arról, hogy a árfolyam kockázatot milyen? Várja, van itt nálam víz. Kérd? Köszönjük, hogy ő mindjárt elájult. Nagyon gyorsan tud elájulni. Még nyugodtan megint az egész. Igen, mikor tájékoztatok arról, hogy az állófolyam kockázatot milyen tőzsdén kívüli. Tőzsdei vagy tőzsdén kívüli. Tőzsde. Csak nem helyes írás, megbuktad meg érettségem. Nem buktam meg, és nagyon szépen, ha most... Azért mondom, hogy... Kívüli pénzügyi műveletekkel. Tudom kivédeni. Szóval a lényeg az... Igen, és akkor szerintem dátumoz le, aláírás, meg ilyesmi. Hogy ugye múlt hétfőn a kúria hozott egy döntést, biztos hallott róla, ugye? Hogy vizsgálható az árfolyam kockázat tisztességtelensége. Így van. Viszont mindjárt tudjuk, hogy itt a kutya nem tájékoztatta az ügyfeleket arról, hogy mekkora kockázata van ennek. Nem, egyszer írják le, mert azért hasonlóan fogjuk megküldeni. Nem, szeret kommunikálni. Láttam a énekeltét, dudorászott, nagyon korrektan beszélt a kollégáival, nyilván nem véletlen lett fiókvezető. Ezt érdemes művelni és gyakorolni. És nem csak az írásra hagyatkozni. Elég ez, hogy csak aláírta, nem kell szeretni. Ott van. Tehát nem. Nem meneküljünk el az arctalanságból, mert ez arccal fog menni ez a háború. Most már azzal megy. Azzal megy.
állatunk itt van. Akkor megvárjuk, mint az állat. Sőt, benne vagyunk az összes kamerába. Hello! Hát lehet fordítani, hogy csak az Ilonka van benne. Jaj, gyere felé! Egyetlen állok Igen, de más vagyunk becsételni, hogy igaz, nagy szerű, annál nyilván az nagyon jó szám, hogy akarják akarni egy kívánést azóta a kamerlendelésre. Mindjárt, hát nem így. Nem, hát azonnal semmire nem válaszolnak. Hát látod, még a ügyvédnőssel válaszolt azonnal, nem? Igen. Igen. Még egy dolog, tehát ha már ilyen korrekt volt velünk, a kérdés az, hogy mit szeretnének, szavaljunk, vagy énekeljünk önöknek. Tudom, hogy szavazást fogja ne bocsátani a... Ez így jön van. Nem, már itt a szavazás nem megoldható, a szavalás, vagy az éneklés. Egy is. Most egyedül hajlandó lenne eldönteni, vállalja magára azt a felelősséget, hogy a kolléganője, vagy a kollégák szeretnének valamit. Megkérdezni? Amiben bankkal kapcsolatos ügyintézést szeretnének rendszeresen segíteni, de tanulás nem tartozik a rendszerben, másik ügyfelünk is a kibányt. Hát, megváltozik én, mint másik ügyfelet látom. Ez az itt van. Hogy? A félfüggéken. Van még valami dolga, mert egyébként nekem mindjárt dolgom van. Akkor köszönjük szépen, egy élmény volt. Önnel Nemes Gábor, hogy legjobbakat kívánom önnek. Ez az ilyen, nem? Ilyenkor, Jenny? Tudok valamit ott így. Hát esernyőt, ha esetleg ilyen nagy esernyőt, nincs véletlen ajándék nagy esernyőt. Budapest Bankba kaptunk, de már évekkel ezelőtt. Minden jót, viszontlátásra, szép napot! Viszontlátásra! Itt így a... Most végre összeköltözhetünk! Az nagyon fontos, most végre összeköltözhetünk! A házasságjákban nem engedjük be őket, nem? Mit? Egész közel jövök, hogy az összeköltözhetünk, hátra fog látszani a képen. Megszerű. Szerintem, hogy parásztak. Két nagy biztonsági szolgálatból jöttem. Ezt a nagyot itt tettem. Szőlem? Nem baj, nem. Hát annál jobb nem történhet, hogy... Hát, úgyhogy... Köszönjük! Menjünk, mert 11-re Csepelen kellene, kicsit elhúzta a dúra. Oké, köszönöm, de szállt ki. Igen, hol álltok, Norvi? Ott vissza, jó. Menjünk, ez idő van.